ezek? Sziasztok, sziasztok! Ford Transit 2010. Nem találtunk YouTube-on a Ford Transitról a 2010-es dupla hátsó abroncsos autóról fékbetét és féktárcsa cserét. Most mi megmutatjuk, gyertek! Nagyon laza volt ez a kerék. Pak! Csak ez egy volt laza? Szerintem, ja. Lazulj már meg! Most a serem? Törd el! Mit? Egyébként várjon már, hogy megyek. Így jó. Azért van akkora kert, hogy megisszuk a fehérjét, és mutatom, mit csinálunk. Igazából elvitték a fűnyírót, sajnos. Hát ezt csináljuk, hogy... Vigyázz, Norbi! Bocsánat, bocsánat! Lassabban nem megy? Látod, a kis portos vadállat is ott van. Már Liró gyorsabb. Már Liró gyorsabb, én? Liró gyorsabb, mint én vagyok. És ez többször is. Jó, nézzünk be a belsejébe. Kis Fordocska. Sima. Mit hozott, uram? Boston egy speciális készletet, már tökém ki van ezzel. Vándor leugurál. Na ez már jó. Na uram, akkor újra figyelje. Ennyi. Egybe. Ilyenhol van valahol egy speciális szerszám. Nem bír magával, rossz beszólás. Ne állítsd a fába. Dehogy is, rossz beszólás. És már nincs. Na. Jöjjenek közelebb. Itt vagyok, nem kell. Gyere. Jön vele. Mutatom. Ja, majd ha leveszem a disztárcsát, most a kereket. Erre. Szóval ennek a Ford Transitnek a fékbetét, most a féktárcsa, és a kerékkal csopágy az egybe van, de szétszedhető, nem préselt, ami olyan. Nem, azt sem mutatjuk. Luxusba ülünk. Meg is mondom a faternak. Micsoda? Ja, az még nincs. A legfontosabb, hogyha felemeled az autót, bakold ki, ha nem bakolod ki, mínusz két láb. Gondolj én. Bent van a Spentpex-el. Nyáron egyébként nagyon jó technika az, hogyha fölemeled, kibakolod és befekszel alá, mert hideg van. Hogy pirosnak hívje, 2 tonnáig ő a Károly. Utána megmondod, hogy... De, 3,5 tonnát is. Így. Utána mondd olyat, hogy... Így. Befeszít. Nem látszik. Befeszít, így a vizé. Big Red befeszít. Ott van. És csak még. Ráfeszít egyet, hogy Big Red. Vége. De itt nálunk minden piros. Piros a bak is. Piros az piros Audi lesz, mindjárt szemed is. Az nem lila. Piros az Audi. Piros az Audi. Minden piros. Rózsaszín a löcs. A nyakad is az. Nyakad is piros. Ezért jó, ha maradt fel még itthon. Igen, igen. Mindennek van előnye és hátránya. Így van. A számból kaptad ki a számot. Hát tudok én. Jaj. Hogy kell szakszerűen emelni? Hát nem így. De csak azért rögtön, hogy az emelőt vesz egyik tenkre. Másik, hogy a kerék alá is bakoljuk, ne dőljön előre, ne guruljon előre, se hátra. Nálam most csak ez van. Abban dolgozunk, amiből élünk. Mutatkozzon maga is be, hogy maga kicsoda. Igen, igen. A mentorunk. Nem előtt, most merenged szépen fele meg. Hát ezt mennyit kezd emelni? Hát úgy, hogy lejjebb ment a kerék. Besüppet. Lehet. Azért tégla kell oda fentre, mert tégla szállat. Szép nap volt. Dolgozik? Muszáj. Ez azért jó.
Emeljük a gép sárkányt. Hova emeli már? Amá. Be kell bakolni, az nagyon fontos. Így van, a bakolás a legelső. Gondolj. Semmi. Hú, na ezért kell kibakolni az autót. Mi történt? Széttört a tégla. Összengődött az autó. Ezért kell kibakolni. Ott egy darabja. Kukucs. Szép napot, jó napot. Egy kis baleset után újra itt vagyunk. Jobban? Hát ez a gyári emelője, ja. Igazából. Ez nem kell tégla, hogy akármi, ezzel szépen megbakuljuk. Csak letelik a nap, mire föltekerem ezzel a kicsit. Most így nyom. Mi történt az ujjával? Elorogta a tégla, most a bak. Bakolni akartam, aztán mégse sikerült. Van. Most akad. Most létezik. Ez a hosszú gyári kulkeri emelő szár. Ez úgy sem elmész Afrikába, meg visz ész. Azzal. Internetke. Aha. Júj. Odaadkoztam ki. Hát ez emelés, a tekerés. És mit? Azt azért is találták így ki. Mondom, csak fél évre föltekered. Ez autó talán. 2 hours later. Oké. Meg vagyunk. Hát meg egyet nem tudunk alába klemtani. De nem, kéleveszik a kereket, és akkor utána kibakoljuk. Az már könnyen megy. Nelsenek, meg volt a bakolás. Utána, vigyázzatok az ujjatokra. Ekkora se van rajta. És az a baj, hogy egyet beletörtem hátul. Hallottam hírét. Egy ilyen csavarnak. Hogy sikerült? Hát ügyes voltam, elharadtam. Milyen jó madár csicsergés van. Jó. Tetszik nekem is. Csirip. Igen, megyek. Na, ha megvan. Pörgőrugás. Pörgőrugás. Na, szóval utána rátesszük bakra a gép sárkányt, hogy véletlenül se történjen baleset. Kivettük a tárcsa rajta. Róban, és azt kell levegyük. De mutatom. Tessék csak közelebb jönni. Itt van egy, ez a 1, 2, 3, 4, 5 darab csavar fogja a tárcsaféket. De viszont T50-es Torx fogja, most eléggé sötét van. Oda bent. Mindjárt mutatom. T50-es Torx fogja. Mindjárt mondom. Ott bent. Ha rá tudsz zoomolni. Hát, annyira már nem, de... Legelsőnek én szívem szerint most azokat lazítom meg. Aztán utána... A többit. Bentről kifele? Hát csak meglazítom, ami a kerékagy. Jajjá. Kerékagyra megy föl. Aztán leszedik a féket, stb. Előkészítjük a cél. Aha. Csak erről látszódok vissza. Célszertem. Kalapács, azt már látom. Az mindenhol kell. Csoda. Ezt kérem szépen, ez összecsavarozó, ez a part side, nem jött a lombben a fej. Megpróbáljuk meglazítani a kerékhogyat. Most ami a csonkáványra megy föl csak vágy. Megpróbáljuk meglazítani. Másik már sajnos 2 napot szívtunk. De végre összeraktuk. Sikeresen. Melyiket? A jobb elejét. És ezért csinálunk is videót róla, mert
Nagy szíves. Szar. Hát, tergét járni, szóval. Igyorsanak meg kell újjazni ott a lukokat. De jó, nem látok semmit. Azt mind? De csak meglazítom. Aha, ott már láttok egyet. Végül. A sok kosztól, koszt miatt csináljuk ezt. Hát, ha... Na, olyan nem lőtt? Látunk. A bitfej nyalódik. Ez cumi. Ez azt jelenti, hogy szíves. Hát az a baj, hogy T50-es torx fogja, és ebből eltörtünk szombaton 5 darabot. Torzban? Egy meg beleszakadt. Így cumi. Így cumi, Rudi. Befújkáljuk. Hát a segít. Hát, ha az a típus savarzatot szok használni, mindig beválik. Az egy motiv. Az a lényeg, ha jó. Ha jó, de a hajó nem jó. Hajó vitolláját. Igen. Aha. És akkor meglátjuk, hogy itt van egy. Itt. Ezt most ki kell vegyük innen. Ez a... Ez fogja ezt a... Közepét, hogy miért? Igen. Inkább hozok fogót. Szakszerű. Ez. Ezt is meg kéne majd szedni. Jó. Jó. Tring. Ezt szajtottuk. Na. Ki kell húzni a csapszeget? Hát ez most csapszeg. Akkor az. Majdnem. Már fél siker, már félig szétszeg. Ez 36-os az a... Anya. Anya. Belső, mi a 36-os. Dug a kulcs kerre. Inkább úgy mondom. Jó kis szerszámotok van. Ajaj. Úgy se fog kellenni, de kell megnyitni. Ugye a tárcsaféket cseréljük, nem szakszerű, de ez van, mindjárt jövök. De ugye? Ez nem szakszerű. Nem szakszerű, de mivel a tárcsát azt kidobjuk a kukába, így egynek a tárcsának, ahogy mindegy. Ezt mindjárt csavarhúzó pattanát. Itt levesszük ezt, befújkáljuk csavarozítól és eltesszük holnapra. Ezt az egész ceremóniát. Szóval mi befújkáljuk ma csavarlazítóval, szerintem többször is. Utána az egész dobozat. Azért már jó. És akkor eltesszük pihenőbe. Úgy láttam már jó ilyen. Ez már lejött. Ezt tartsa össze a csonkálvány meg a féktárcsát, egy részét. Ugye ez a féltengely, ha első kerekes lenne, de ez hátsó. A hátsó kerek. Mit szól hozzá? Szóval se jutok. Az ugyan fáj, az de autó de. Szivat, szóval ez nem a mi napunk. Valamit valamiért. Szóval befújjuk ezzel a jó márkányú csavarozítóval. Igazából jobb, mint a V40-ben szerintem. Jobb, azt mondod? Sokkal jobb. De nekünk ez a csavarozító hozta ki az összes. Amit lehetett. Igen. Tudom, hogy honnan szemből jössz, legúvasz. Na szóval, itt van ugye 1, 2, 3, 4, 5 darab csavarnyílás. Itt van a csavarunknak a vége. Amit segítünk neki, befújjuk csavarozítóval. Hogy holnap eszembe megyünk a tűnbe. Vagyjuk... Mi az? Gondolkozom, hogy csináljuk a hátulját. Csináljuk a hátulját, ma az egyszerű és gyors. Mi van a hátuljával? Szép kell bombázni. Stacks in the lab, taking bitches.
Te mit csinálsz? Azért nem kéne fölmászni. Edzek. Egy, kettőt, hármat. 20 fel van. Nem megy. Nem tudod felemettem. Tudjuk a kereket, felemeljük, kibakoljuk. Ugyanaz, csak tégla nélkül, ugye? Tégla nélkül. Jaj! Elkezdjük felemelni a gép sárkányt hátul is. Azt mondod. Ez dupla abroncsos. De viszont... Berendeltek a kontrészt, majd mindjárt meglátjátok, hogy jó. Project Car. De ki mit peszengsz? Jancsi, az valóságot mond, hogy apad a kocsist, folyik a nyálad a kocsi. Materi a kocsi, az enyém lesz, mert én vagyok a családban a legkisebb, és a legmelegebb, és sokat nyálazik. Sokat nyalizok érte, hogy ez enyém legyen. Sokat fogok érte nyálni. Sokat nyálizok érte. Hogy, mint a fagyit így? Mint a fagyit. Mint a fagyit. Te, ki a kis csíra? Kérem szépen, Potter gépe. Én mondtam neki, nézd meg a felnit. Mondtam neki, hogy ne, ez csúnya ez a felni, leöregíti a gépet. Az másik a szebb volt sokkal. Ez egy 17-es fekete alufelni volt, és azt mondta, hogy ez gyári. Nagyon jó, így van, jó nagy gumik vannak rajta, ezek jók lesznek. Ízítem egyet. Hogy? Így ízítem egyet, mondom, dehogy is, ez nem jó. Ez öreg lesz tőle az autó, még öregebb. És igaz. És igaz. Elmentünk a mosóba, vagyis ő, én pont nem voltam ott. Pak, letörte a Merci lobot az mosó. Mert a kefe az olyan, hogy nem érzi, hogy ott a Merci logo, és így. Így megy rá. Szalaszét kloffolja. Köszönjük szépen. Kérem szépen, úgyhogy lesz rá egy 19-es alufelni. 19-es körülbelül. Nem így csak jobban néz neki egy AMG röghárítóval, egy AMG sárvédővel, az AMG sárvédővel. Ez nem szélesebb? Le, és így lehet szélesebb kereket is csak, de akkor kell nagyobb csavar is. Lehet már ki a Mercedes gyárt. Valami rotyogott. Hallott. És valami ide nem írjuk föl, hogy 6-3 AMG, mert ez hazugság lenne. Mi kell? V12. Mi? Neveztük el egy csorkat. Na, ne pattanj a szint, érted? Uram, jó kibakolta! Téglákon áll. Valami szerintem lerögzött. Hadási. Lejött a hátsó kerék? Egyszer. Azt is mutassuk meg, hogy néz ki a belső kerék. Bocsmány, Diff, jó Lajos. Igen. Hát előfordul. Ez életretkes a belseje. Mit fejelgeszél? Így ne bakoljatok. Szakszerűen. Hát ezt mondtam. Szakszerűen beszél. Inkább elmegyünk és bakolunk másra. Hogy elrobban a téglát. Hát, csodálkozik, hogy nincs újra. Ez már tartani fog. Há, beton az hamar szétrobban. Ne fesd az ördögöt a falra. Ne fesd a cigányokat a falra. Itt nincsenek olyan. Az a baj, egy. Ez az üssette vadállat. Megpróbálok talán menni. Életbiztosítás van. Nincs. Hát figyelj, Norvik, olyan dagat vagy, hogy érted. Meg élünk. 200-as korral alig bírod, ne kell. Na uram, kijön a kerék? Levettük a kereket, szó úgy bizony. Dupla kerék? Tessék megnézni, a, igen, ez ott a kerék. Mert már azon nincsen annyi olaj. Mit hozott uram? Hoztam, ide fog kifolyni a diffjóolaj. De nincs itt benne. De van, valamennyi biztos van. Ez a fékcsúszka itt 19-es vidás kulcs, hátul meg 13-as. Utána a féknyereg tartó, ami rámegy a csonkálványra, az szintén az 15-ös. Jöjjön közelebb. Kívülről megnézed, valaki azt mondja, hogy oké, ez még elmegy egy szezont is fékbetéttel. Az? Hát nézd meg, ha innen kívülről meghúzod, nincs nagy válla amúgy. Na, meglátjuk, igen, a rejtély. Ez kubidubidú. Uram? Szép napot. Levesszük a fék nyerget. Most éppen a csukkának a csavar egyszer. Szépen csak. Figyelj, szia uram. Mit támaszkodsz a kocsiba? Na, hogy áll, uram? Uram, mindjárt lent van a féknyereg. A izét azt már levettem. A féknyerget már levettem. És itt van a féknyereg tartott, még most veszem le. Az nem semmi. Mutatjuk a fékbetéteket. Ennyire, csak is ennyire voltak elkoppa. Az igen. Látszódik rendesen. Az nem semmi. És mindjárt mutatom a féktárcsát.
szedje ki, uram. Mutatjuk a féknyerget. Azért van differenciálmi olaj, rendesen rajta. Lerakódott az olaj? A por meg minden? Hát igen, nem olaj rajta. Egy megvan. Egy megmag, megmag. Egy még egy megmag. Ez szerintetek? Hát lehet, hogy kéne világítás hozzá. Most hát mutatom, hogy ezek szerintetek ezt tudod csúszni? Ez semmi. Hát ez mi? Ez lótúró. És most szépen kiúzzuk a fületengelyt, és utána levesszük a kerékacsopágynak az önzáros anyáját, és majd utána levesszük a féktárcsát. Féktárcsát, igen. A fékbetétet már levettük. Folyik vagy nem folyik? Hát minimális van. Minimális folyás. Vigyázzunk a hátsó féktengelyre, hogy ne koszoljuk össze le. Hagyjuk kicsit fogyni. Mutatom a trükköt. Kérjük kedves kollégánkat, hogy világítsuk. Nem az ész számít, itt nem itt az ész számít, hanem a súly számít. Dominik. Itt annyi a trükk, hogy ezt azért támasztjuk így föl ezt a bakot, hogy fölül ne csúszson ki a célszer számunk. Ez 60. Mindjárt mondom, hogy ez a célszer szám mennyi, hogy kicsit előre dolgozhatok. Ez a célszer szám 65-ös. Szóval ezért... Segítek én neked? De túl könnyű, hogy ez a meleó. Látjátok, ezért... Itt már meg is csúszant egy kicsit a dugó. Látjátok, ezért kell idődni. Hát már ügyesek legyetek. Ez jó. Há? Még na? A száj le kicsit. Hogy elszállt a sas? Láttad? Azt hittem pedig csak a víz fölött szokott röppenni. Vagy jön a mély terep. A cigány sas, a vasak fölött. Jó, és akkor az nem az, hogy hogy nem sikít, vagy nem tudom milyen hangot ad ki, hanem hogy ennyit hallasz a sastól. Ricardo. Ja, kiabál, engedd el a vasat. Malába, adjad neki. Van. Így az. Így. Uraim és hölgyeim. Az van, hogy jó beszoktam. Na, az van, hogy ennek a nagyon szép koszosnak megvan a szakmája, és nem ismeri a fordított anyát. Köszönjük szépen. Mármint a fordított menetet, mert ennyi. Hogy volt? Ugráljál? Ugráljál, és így ugrálok, bám, megfeszült jól a csavar, csoda, hogy még rajta van. Így már biztos nem hagyjuk el. Mindjárt megnézni. Hölgyeim és uraim, figyeljék, hogy lezúg. Mondjad azt is, hogy ki látta. Elbasztad. Valaki leköpött. Nem bal jobb menetes, hanem de akkor ott is az. Bal menetes. Ford Transit 2010. Fék csere. Ha valaki cseréne féket, bal menetes a bal oldalt. De inkább ne álljatok meg azt, a producérni. Na, uram, kijöttet. Jó, megmutatom, hol a bevágás. Ott egy bevágás. Ott egy bevágás, ott is egy bevágás, és ott is, és ott is, és ott is, és ott is. És ti? Vidinyozni. Hát ha látnék is valamit, érzem már innen is. Itt az olaj, mint az autónak a motorolaja, úgy de büdös. Szarrá van égve az olaj. Hú, de jó büdös, bassz meg most. Oh. Ugye milyen büdös? Ez beleivódik a testedbe. Azt tedd mondd, nézzétek? Ez miatt itt van a... Hogy hívják ezt? Na, nagy autószerelő szemgélye. Hát már fáradt vagyok. Lakatos. Ja tényleg, lakatos van még. Nem a nevünk lakatos, hanem a szakmánk. Itt van ez a Diffie-Simmering gitártól. Ez a Simmering. És itt dobálta ki az olajat. De miért dobálózik? De úgy megvagnék a kamerán, átmenne a szag. Hát, mit szedünk le? Hát leszedjük most az ABS-t. Hala jön. Mit csinálsz, Dominik? Ridge ganget néz. Érzem, ki lesz dobva a videó. Lejött az ABS jeladó. Köszönjük szépen. Hát, hogy az itek? Lótkefe. Mutatom. Kedves kolléga, jöjjön közelebb. Mutatom. Így néz valaki ki. Valaki megharapta a tárcsát. Hát kicsit bemaró, azt nézzétek. Ez ilyen maszturbálós tárcsa. Akkor a Dominik. Szecki. Szakszerű szimerék kiszedés. Hallod, az ki fog jönni? Csak feszítsd. Igen. Igen. Hát az darabokba fog kijönni. Ez az, nyomast.
Jött ki? Igen. Jó. Nem hátra kell lesni egyébként. Tudom. Kint van a szimmering. Hogy elszaladt? Ebbe jön az új szimmering. És a fújfék tárcsa? Ez itt, azt ma már nem csináljuk meg, mert a fúrót kell használjuk ahhoz. Igen. Zsírocska vagy mi ez? Kifejezetten csapás zsír. Mutatom. Aha. Csak épp, hogy megkérjük, hogy beugort, becsúszna a szimmering. Épp, hogy nagyon fog híjesen megkérjük. Úgy is kicsap, kinyomja a szimmering, csak épp, hogy megkérem. Ez az. Baszki, jó támadnak a szanyagok. Jaj, jaj. Belecsúszik, hogy beleütöd? Beleütöm szépen lassan. Sikerült. Nem lett ennek baja. Szerencsére csak a ház nyomodott meg egy kicsit, szóval. Oké, ennyi. Nyomodott meg egy picit, de amúgy a szimmeringnek nincs baja. Szerencsére. Imára. Aha. Van, srácok. Majd a következő részben lesz folytatva. Majd találkozunk. Show me.